Na, megérkeztünk az Elden Lord világába ismét. És akkor megyünk tovább, még hozzá erről a pontról. Folytatjuk a barangolást a térképen. Kis rakom nagyba a képet. Hello. Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello. Hello. Hát egyelőre szeretnék a saját magam útján menni, Peti, hogyha nem gond. Úgy vagyok vele, hogy megvannak az ötleteim, azt szerint akarok. Kicsit. And as you can see, I'm stuck. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big, and I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay, hadd menjen. Úgy is van. Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Mire írod, Magyarszky? I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Kaptunk tőle húst. Once again, pleasure is mine. I na, the warrior jar known as... Kiszabadítottuk innen ezt a Iron Fist Alexandert. Ő majd a vége fel a játéknak fogad nekünk egy tök értékes ilyen amulettet. And beyond these lands lie the scarlet rot-lighted Kaelid wilds, and upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading to Redmane Castle on the southern edge. Oké, a Redmane Castle-ba fog tartani. Úgyhogy majd ott fogunk találkozni vele később. Oké. Na, ebből már világos, hogy hova tart. Itt viszont, ha jól hallom, van valahol nekünk egy bogarunk. Potion-ös. Hát igazából fel lehet szedni. Úgy is előttem egy potiont. Oké. Én ide most leugrok. Úgy is van. Le kellene győzni ezt a nagyfejűt. Bolond. Kapta.
mehetünk is tovább. Missing Stone 2-es. Ez nekem nem ment ennyire easy-n. Hát igazából mögé settenked, ráversz egy heavy-t, meg egy speckót, vagy igazából amilyen buildet használsz, aztán elvileg le kell, hogy könnyököljön. Ezek a nagyoknak, ezeknek ez a gyenge pontja. Itt egy vendor. Na, azt mondja, hogy a hidat azt ugye... A hidat azt beclear-eltük. Azt kérdezi, vevő vagyok-e? Hát lehetek az is. Pickled Thorntonnek Poison Arrow. Lehet ezt megveszem, nem tudom, ez mit ad, de... Vegyük meg. Ez valami recept volt. Tökéletes. Ugye annyit csinálok, hogy ezt a pozíciót megjelölöm egy ládával, hogy itt van vendor. Mert ő később meg jól jöhet. Tökéletes. A jelölés egyébként nagyon nagy találmány a játékban, azt, hogy kitalálta, az nagyon jól tette. Temporary Boost Stamina Recovery. Ugye most már tudunk csinálni több ilyen tűzbuffot is. Nice. Most ugye átjöttünk a hídon, körülnézek ezen az oldalon. Ott vannak a kutyák. Oké. Egy golden rúna. És itt minden rendben van. A szumonoláshoz igazából nálad van a harang, és onnantól kezdve csak azért választott ki ezt, ezeket, amelyik szimpatikus, azt használod. Meg hát attól függ, hogy mennyi manád van, mert ugye mana igényes tud lenni ez a dolog. Oké, ez a rész itt clear. Minden egyes négyzetcentimétert át kell nézni, mert olyan szinten raktak mindenféle eldugott helyre dolgot a játékba, hogy el se hiszitek. Van nagy csontvázak. És itt van nekünk a következő NPC-nk. Egy is lehet. Jó, most ezek ide jönnek? Nem kéne. Mindjárt beszélek vele. I'm sorry. I cannot give you your proper rights. Oké, talán többi az elhúz a francba, nem akarok ezekkel küzdeni, felesleges. Beszéljünk vele. Árnyist, az vagyok. Heed my warning. The village here has been touched by death. Igen, a falu itt van mellettünk, megérintette a halál. Legrosszabb.
érdekes az életed, akkor nem mész arra. Forduljak vissza. Nem, én leszek, aki megoldja ezt a problémát. De hogy fordulunk vissza. Sose fordultam vissza. Elvileg a gép, a szumóhoz kaptál egy harangot a izétől. Ugye az első szumont a farkasokat a varázslónő adta oda, a négykezű varázslónő. És adott mellé egy harangot, és azt mondta, hogy azzal tudod megidézni ezeket a spiriteket. Itt egy resztet, tehát resztidet. Aztán hadd menjen. Hát harcolnak melletted igazából, nem kell, nem kötelező megidézni őket. Ez csak arra van, hogy harcolnak melletted, hogyha te úgy szeretnéd. Oké, és Magyarszki, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia! Hova ment már megint? Látja valaki? Van a... Baj van! A picsába! Ez a hova ment már megint? Hát a végén öljetek meg, nem? Oké, megvan. Szereztünk Detrotot, meg a skeletonokat, ugye ezeket használtam az előző végjátszásban, hát itt ebben már nem fogom. Ebben már csak megyünk. Oké, gyorsan átnézem ezt a részt.
kaptunk még egy stone-t, tudom fejleszteni majd a kardot, az jó. Az bizony nagyon jó. És akkor elvileg itt minden össze van kaparva. Ja. Csúcs. Beszélünk az emberrel. Introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Ugye most azt mondja, hogy van ez a beast, ez vadállat, aminek ezeket a detritokat kell, hogy ő megrendelésére elvinni. Azt jelölte meg ezt a kaput, amin keresztül oda lehet jutni azonnal, hát majd oda megyünk később. I spotted the mark of this an ill omen symbol that should not be. Someone or something threatens the sanctity of the Golden Order and must be eradicated. Úgy, ennyi kellett, több nem. Jó, közben rájelölök erre, hogy ezt kitisztítottuk. Csúcs. Azt akarom megnézni, hogy ez fölött nincs véletlen valami. Dehogy nem. Itt van valami templomféle. Hát, ha találunk itt valami dungeont. Oké, nincs. Nincsen dungeon, mehetünk tovább. Ezeket most azért nézem megint meg alaposan, mert most a jelölős technikával már még egyszer nem fogok ide tévedni, mert tudom mit néztem át. És szerintem így gyorsabb lesz a terület átnézése. Meg nagyobb százalékban megtalálok minden, mert az első végjátszásomban nem találtunk meg korán sem mindent. Rengeteg dolog volt szerintem még itt egyébként. Hiába néztem át, csak ugye bolyongtam. Na ez kell. Ezt kinyitom. Erre elköltök egy kulcsot. És nem emlékszek, hogy itt boss lesz, vagy csak egy reward. Jó, az csak rewardos rész, oké. És a Turtle Talisman, ami mit is ad? Race Stamina Recovery Speed. Az is egy nagyon jó talizmán, főleg így a izéhez, katona buildhez. Stamina gyorsabban visszatöltődik általa. Sok dodge-elásnál egyébként jó jön. Na, jó van.
Jó van, az a rész, ez tuti. Itt valahol van egy... Szuper, a pósonyainket fel tudjuk tölteni, nem kell leülni a tábor tűzhösse. Nagyon jó. Állj már meg. Csúcs. Ez csúcs, kérem. Oké. Lemegyek én ide. Ez a koporsós rész, ezt gyors összelútolom. És itt még talán kapunk követ is, nem vagyok benne biztos, de mintha úgy emlékeznék. De lehet, hogy csak Golden Rune-t. Ugyanakkor nézzétek csak, az ott nem véletlenül van úgy ott. Erre a részre le lehet ereszkedni onnan oldalról. Ahogy látom. És ott is vannak még ilyen koporsók majd, oké. Ki van azt találva, jó? Jó. Igazából mindegy, mert úgyis a templom felől akarok jönni. El tudok odaugrani szerintetek? Nem. De így is jó. Na és itt van is egy bánya. Oké. Ebbe a bányába lesz, csak ez már a másik megyéből a kard, amit én akarok majd használni. És itt az Alexander. Judging by the fine wallop you gave the old backside earlier, I would venture you're something of a warrior yourself. The mere thought of such a festival gets the blood pumping, eh? Now, according to my calculations, passing through this road should lead us to the Caelid Wilds. Aha. But, however you slice it, ugye, ő oda tart a fesztiválra, amit mond, csak a számításai szerint ezen az úton ki tud kerülni ebbe a... Ajzébe. A Kaleidnek a vad pusztájára csak hát be van zárva az ajtó. Lord Fairy, szia-szia! I was created to be a warrior vessel. Many great warriors reside within me. Úgyhogy ma másik oldalról bejövünk. Kinyitjuk neki az ajtót. And the reason for which I quest, it is my ordeal, you could say, to test myself. Itt ami küzdős lesz, srácok, hogy ez a terület, ez még erős, viszont kell a kard, úgyhogy ott azt megpróbálom leszedni azt a boss-t. Oké. Négyes Smithing Stone, az már valami. Hogy állunk most? Level up, 4500 kell egy szinthez, hogy állnak a statjaim. Azt mondja, hogy kelleni fog még egy strength, a dexterity az jó, és kell 23. Hát ide még kelleni fog. Ez a Moonwell vagy mi katana, ami itt van. Igen.
Az lesz az egyik katonám, amit használni fogok, meg majd lesz még másik is, mert ugye a Magic-et azt lesznek olyan bosszok, meg mobok, amik full rezisztálják, és oda használhatatlan lesz. De hát általában ez minden klasszra igaz, hogy több mindegy mit húzol, több fegyverre kell építeni és váltani. Meg hát ilyen self-buffer karakter lesz, hogy Encantation-ökből rakok magamra valami brutál buffot, ami plusz damage-eket ad, meg reziszteket, aztán így annyi. Annyi lesz a dolog. Oké, srácok, hát most felmegyek szerintem én azért a kardér, bár még nagyon early, és nagyon szenvedős lesz ez a boss. Bam! 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 Ezt elbasztam. Ezt is elbasztam. Van ilyen. Igen, igen, ennyi. Ez valóban így van. Ezt jól írod, ez valóban ennyi lesz. Oké. Ugye most, ami kell nekünk, hogy ezt a részt, ezt úgy meg tudjuk csinálni, hogy ne kapjunk invédet. Oké, ez meg is van, fasza. Depilangel, szia! Elaludtál? Na, hát legalább pihentél egy jót, az nem baj. Vázik, ezt nem hiszem el. Azért. Később mentél lefeküdni? Játszottál egy jót? Oké, srácok. Itt vagyunk a Kalei tanelbe. Azt mondom, hogy ide rakok egy ilyen jelet, hogy itt a koporsók meg vannak tisztítva. És akkor ide meg szépen leugrálok. Aztán good luck. Good luck, have fun, meg a többiek. Van egy item, srácok, amit szedegettem elvileg. Azt se használtam én az előző játékmenetbe. Azt mondom, ez a Ruin Fragment az. De mindjárt meg is nézem. Mert arra vagyok most kíváncsi. Ez lesz ez pedig. Jaj, állat vagy. Hogy... Nem ez az, várjatok, akkor melyik? Ez a másik az? Glowstone, akkor ez az. Ez mutatja nekem azt, hogy hova lehet leugrani, azt hiszem, ugye? Ha minden igaz. Ezt például nem használtam, majd most ezt kipróbáljuk. Ez mutatja, hogyha le lehet ugrani. Mert hogyha nem törik szét, akkor nem sérülsz. Mert ahol ledobod és olyan a mélység, hogy alul széttörik ez a glowstone, akkor oda, ha leugrasz, meghalsz. Ez egy tök jó dolog. Oké, mehetünk befele. A Gale Tunnel.
Ugye? Én is tanulok folyamatosan a játékban, hát annyiféle megoldása van, hogy ugye én se tudhatok mindent, aztán így utólag elég sok mindent azért meg lehet még tanulni. Oké. Erre. Somber's Missing Stone 2-es, ha már itt vagyunk, ugye. Mert akkor már a katonát fel is húzzuk, már egyest azt szereztem. Úgy van. És itt a másik katona. És akkor itt meg tudunk pihenni, bár nem fog kelleni, de egyelőre ezt így behúzzuk. Haladjunk. Nézzük meg, hogy ez hogy fog menni. Nyilván tészekkel, mert azért ezek erősebbek, mint én vagyok. Gyere, haver! Azt a kurva basz! Mi a fasz? Na igen, erről beszélek, hogy nagyon kemények lesznek ők. De érdekes. Ha, már hármat csinál, persze. De csak azért, mert elkezdtem triggerelni a heavy attack-kal, és azért semmi másért, szóval amúgy nem csinálna a hármat. Hogyha a hármat kikerülöm és a negyedikre megyek oda, akkor négyet csinál, és így tovább. Exponenciálisan nő, nagyon jó az a trigger. Imádom tényleg, aki ezt beállította, az nagyon jó fejgyerek volt. Szia, Jihi! Megvettem én is ezt a gémet, de az irányítás bűlegérrel elég gáz, kell venni valami kontrollert. Hát figyelj, igazság szerint én kontrollerrel játszottam, kényelmes, viszont a kontrollerrel néha azért zavaró lehet az aim lock, vagy a target lock, mert nagyon meg tudja kavarni a játékost. Mindegyiknek van előnye is, meg hátránya is, én úgy gondolom egyébként, hogy oké, srácok, én most ezt így lefutom, mert mindjárt beszélünk az Alexanderrel, és akkor ide visszajövünk, ez sokkal egyszerűbb mentési hely. Ezt vágjátok, gondolom, hogy ez melyik ez a rész. Kell a strength-re, hát jó, egyelőre erre pakolok. Na hát srácok, ez a boss, ez nem biztos, hogy le fog így most még menni. Kinyitottam az ajtót. This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Billentyűnél nem tudom, megmondom őszintén, hogy ez nagyon jó kérdés, mert én csak izével játszottam kontrollerrel. De a kiosztást azt nem írta le. You should head this way as well, friend. Mindjárt belenézek neked, mert kíváncsi vagyok. Mert én se tudom. Doesn't the thought just set your heart aflutter? Okay, segítettük a küldetésébe. At Redmain Castle on the southern edge of the Scarlet. Doesn't the thought just... Okay, fasza. Na várjál. Azt mondja, hogy billentyűzött kiosztás. K-bindings, ugye megvan a movement set. Jump crouch, azt mondja, hogy reset kamera. Itt van, nézd csak! Switch, ez az incantation,
switch item. A lefele nyíl a billentyűzeten. A négy nyíl közül a lefele nyíl lesz az. De át tudod bindolni. Azzal tudod váltani a potiont. Ugye? Itt lesz bent a keybindingsba egyébként. Nézd el bele, aztán állíts be magadnak úgy, hogy kézre legyen minden. Mert az a baj, ehhez a... Ahogy látom, ez a billentyűzetes egeres dolog, ehhez el kell kb. Engedni az egeret. Ez nem lesz olyan könnyű. Basz meg. Hát ez biztos, hogy le fogom tudni győzni. Mert ez kb. Egy hitel, jelenleg, ahogy látom. Bár hogyha írtátok jól dodge-olok, akkor végül is megoldható. Ez mit csinál, ez bolond? Ez a smit vergődik. Azt meg. Meg. Basz meg. Gyerekek, ezt nagyon sokáig kell üssem, de elég lassú mozgás van, úgyhogy nem lehetetlen megölni. Én szerintem. Ennyire nem lesz gáz. Na bazd meg. Azt a kurva.
Ez egy jó kihívás így. Magma Virm. De jó pofa vagy. Az a baj, hogy ez így nem jó megint, mert egyrészt nem látok belőle semmit. Lehet, hogy ezt nem kéne erőltetni, mert ez a damage, amit kitolok rá, ez van, ő nagyon karcsú most, így. Hát főleg így. Ez azt jelenti, hogy még erős, igen. De végülis kihívásnak jó. Hülyes ember, hello! Mágneses katana, ott milyen? Na, ez például egy olyan moveset volt, amit még sose láttam tőle. Mármint, hogy ez a leesek a karddal előre. Ugye, amikor én ezt megöltem az előző karakterem, akkor már bőven izé voltam szerintem olyan szintű, hogy idejöttem, az 3 hitből csaptam le. Most ez azért egy kicsit másabb ez a küzdelem, viszont így epikebb lesz. Persze, bazd meg. Baj, hogy beleakadok a textúrájába, és ugye nem tudok eldodzsolni, azt ide bassza a tüzet alám. Nem baj, ezeket kibekkel, ezt akkor is meg fogom picsázni. Még hogyha ez kicsi damage-el, akkor is. Mert lomha, csak beleragadok a sok szarba. Nem lesz ez de gond. Ez nagy kihívás a kardér. Ez olyan háromszoros szinten van, mint én.
De a ranya picsája az. Ok, bazd meg. Befejeznéd, haver? Hát, bazd meg! Hát, ezt hagyjuk a faszomba itt, hát látjátok, alig sebeztem benne. Ezt így nem tudom, ez sokkal nagyobb szintű, mint én. Ez olyan, mint hogyha World of Warcraft 10-es szinten a 60-as területre mennék rá. Háj, bassza meg! Nem értem ezt se. A baj, hogy ezt, hogyha meg is ölöm, az órák. És nem a halál miatt, hanem a fight. Adok neki egy last try-t. Fejedsz már ebbe, barc, meg hülye vagy? De most, barc meg! De most öreg! Ez nem meri végig! Ez nem csinált más, csak ezt mióta bejöttem, hogy okát a tizet, mint a fasz. Éj, hát igen, vannak ilyen érdekes moveset dolgok. Ez a spammelést, ezt átírhatnák egyébként, hogy legyen egy meghatározott mennyiségű szám, amit letol, azt valamit rotáljon, mert az, hogy azt végig spammeli, az olyan gáz. Lehet, hogy ez lesz a gyengéje, nem? Nem tudom. Oké, bazd meg, hát most erre nem tudok mit mondani megint. Ez lett a gyengéje, csak tudjak ide jönni, ugye? Meg kellett, hogy ezt hányszor sikerül így megcsinálni. Ugye azért ez nem mindegy. Kezdi a butaságot, jó van. Ez nem tudok mit kezdeni. Oké, kell. Mennyit számoltam? 4 heavy adtak a testére, és akkor bedől. Viszont az a tűz, az kemény.
Ezt meddig tolja? Ott például nem tudok vele harcolni. Na most jó. Bam. Ok. Bam. Bam. És berakja a tűzbe, figyeld. Oké. Okay. Bam. Bam. Ezt a kurva de szarul időzítettem ezt el, Istenem. Ez az, még egyszer megmond, gyere. Hú, izgalmas, amúgy. Bam! Előbb kell! Két kivégzőt nyomtam rá, és így is csak az egyharmad HP-ja ment le. Hát, az azt jelenti, hogy háromszor kell rajta megcsinálnom ezt. Háromszor duplán. Szerintetek kivitelezhető? Elvileg annak kéne lennie szerintem. Azaz. Bam. 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 Baszdmeg. Oké, okay, megvan egyszer. Bam. 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 Oké. Okay. Bam. Oh! Megvan még egyszer. Futás, 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 el ne bazd. De ezt, ezt most... Miért nem adta be? Oké. Okay. Kettő. Három. Négy. Ne! Bassza meg! Oké, okay, megvan egyszer. Ez az, ne? Gyerünk, 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 menj oda! Szia, Ricsi! Gyerünk! Bocs! Befejeztem. Oké. Okay. Még meg lehet. Hát büdös picsába már. Hát az. Ne! 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 Oh, most oda! Üssed! De bátor! Oh, Istenem, geci! Ez egy büdös, mocskos csaló. Áj, geci, nem hiszem el. De hogyha ezt legyőzöm, ezt sokkal jobb szinti úgy győzöm le, úgyhogy az... Ugye? Hát mondom, több mint duplája a szintje, mint az enyém. Minimum. Csak szólok, hogy ez... Ez így azért kemény, de le van szarva. Jó, az rezett már most.
Nem baj, srácok, meg lesz ez. Nyugi. Idő. Azt mondja, nem tudom hova tenni, hogy az mérít itt mellé. De vicces. Feltöltöttem magamat egy nélkül. Oké, most jön ide. Ne! 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 Mit a picsába már? Nem fogok ide félni a fejét, Getz, de ide félek. Most hogy talált onnan el? Jaj, hagyjuk már ezt a fasságot, te! Oké. Benne van a tűzbe, ki kell onnan hozni. Már háttal van a tetüláda a faszkalapja, bazd meg, nézd meg! Változtatott a movesetjén a rohadt temétláda. Na hát, undorító, amit ez leművelte. Ez valami röhelyes, hogy változtat a movesetjén egy boss azért, mert izé. Ezt annyira gyűlölöm, hogy ezt be kellett loopolniuk, ezt nem értem. Nem értem, hogy ez mire jó, hogy ez be van loopolva, de minden bossnál ez van. Hogyha kicsit is győzelemre állsz, akkor elkezdik loopolni. Ugyanazt, az egy rohadt move-ot, semmi más nem csinál. De belesodor a tű... Hát az anyádat te. Basztasak, bazd meg. Azért benne van egy kicsit csalásmechanizmus a játékban olyan téren, hogy tényleg loopolják azért azt az egy szart, ami a legnehezebb kikerülni. Tényleg ennek akkor lenne... Igazából az lenne a jogos, hogyha ugye megcsinálnál kétszer, azt akkor váltás, de azt, hogy megcsinálnál négyszer, meg ötszer, meg hatszor, hát ez valami undorító.
meg kell várnom, még elmegy a tűz. Most már jók vagyunk. Csináljuk így is. Mivel bele van a feje menve az éjbe, így kénytelen vagyok ezt csinálni. Oké, ezt meg kerülgetem, aztán majd valami lesz. Ezt kivárom, ha lenyom 6 kört, akkor addig futunk. Na, nem nyomott le 6 kört. Oké, értem, nyugodjál meg. Ez az. Jó lesz. Ez csak egy potiont. Oké. Bam! 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 Gyerünk, haver! Nyomod. De ezt miért nem vette be? Van egy holt játék, vagy holt pontja, amikor nem vesz damage-et be. Fele megvan. Oké, befejezte. Ne, légy szíves, ne! De! Mekkora egy büdös retek! Szia, pajatek! Istenem! Hallod? Ez most... Ez a baj, hogy kicsit feláll, és már nem érem el a karddal, mert az az egy ütés megvan benne, akkor már lefekszik megint, és ezeken múlik, semmi máson, pár centiken. Nagyon durva. De ezt hogy találtál meg, én nem értem, Getz. Nem baj. Csináljuk. Látod? Ez most mi a fasz? Nem kapott damage-et. Ha? Ezt is, ezt nem ártanak kijavítani, mert most mi az, hogy amíg a földön fekszik, nem kap damage-et? Láttátok ti is, hogy keresztül ütöttem rajta. Ez tök genyóság, amíg animáció átvezetés van a földön, van, nem kap damage-et. Ez a rohadt gyík, ez egy csalú.
Hát ez már rég szar így. Látta valaki, mi történt? Csak kérdezem, mert ez most olyan fura volt nekem, megint, hogy semmi hang nem volt, ezt egyszer csak hátrahúzta a kést. Hú, de rohadék ez a dög. Na, elment a tűz, hajrá! Ok. De most ez mi, hogy a hátsó lábáig behúzza a kést? Ezt most eddig nem csinálta. Ezeken el vagyok hűlve egyébként tényleg ilyenkor. Én nem csinál. Szerintem megtanulta azt megint az MI, hogy mit csinálok, és elkezdte olyan mozdulatokat csinál, hát behúzza a hátsó lábáig mellénél a kés. Hát hogyha nem vágja le a saját első lábait. Nekem ez a fura. Na. Köszönöm. Azt a rohadt életben, ez a boss, ez egy rohadt szarház. Nézd meg! Amúgy... Fekszik. Megint elakadok benne, igen. Igen. Ez most milyen move volt megint? Röhely, geci, röhely! Egyébként a From Software nagyon jól tud mesterséges intelligenciát írni, azt most el kell, hogy ismerjem, tényleg. Mert ez az. Ez, amiket leművel itt, hogy változik mindig minden, hát ez le a kalappa. Ez igen. Mondom. És rákényszerítenek olyan, hogy befarmoljak 200 levelet és úgy jöjjek ide, hát ennek sincs értelme.
Akkor is megszerzem ezt a szarkardot, 10-es szinten, nem érdekel. Megint más csinál. Vagyis hát más, hogy inkább úgy mondom. Szia Zoli, köszi szépen a raidet, sziasztok srácok! Hello Bello, köszi szépen a raidet! Üdvözöllek benneteket! Mi újság van Zolikám, mi a helyzet, hogy vagy? Nem, ez küzdős lesz, meg lesz ez a kard, srácok, felfejlesztem az intelligenciát, onnantól egyhitelek mindent, aztán cső. Inkább most küzdjek. És elmegy, hallod, az utolsó ütésnél elmegy, nem már. De jó. És nem találom el, bazd meg. De gyerünk! Most már ide lesz meghalnod, haver, mert... Látod, megint mi van? Elemelkedik a földtől 86 kilométer. Az van. Csak így már retetelődött a counter. Így már baszhatom. Bár még nem. Ki kellett ráütni újra az egészet. Két damage minusz. Kapta. Jó, azt én basztam el, de csúnyán. Á, büdös! Ezt nem hiszem el, bazzeg. Bele a tűzbe, úgy van, haver. Anyád lőtt a tűzbe. És elmegy, hallod? Már megint.
Srácok, ezt, hogyha legyőzöm, ez tényleg nagy szó lesz. Ugyanaz. Moveset-váltás. Ok. Kösz. GG. Gyerekek. Ezt nem is számítom egyébként bele a halálba, mert... Két kérdőjeles boss. Megint elmegy 20 kilométert, faszom. Megint lenullázta a countert, a fú, baddétek el. Na végre, ez az. Ezért nehéz, mert hogyha elbotok egy izét, elmegy, akkor lenullázza a countert. És nem vette be. Na jó, hát ez... Azért ez poén. Menja. Hát ott. Most nem nulláztam még ki pont a countert. Jó. Jó, azt elbasztam. Az is megint mi a fasz? Oké, hát jó. Ebben nem tudsz felkészülni a movesetjére, mert állandóan belekavar valamit, állandóan megváltoztatja. Mindig, minden egyes alkalommal másokat csinál. Abszolút nem lehet alkalmazkodni hozzá. Ezért hívom ezt a játékot is Lagfight játéknak. Ami biztos az Ed. Megvárom ott. Ne! Azaz! Hol a szemed? Pont jó. Gyerünk! Ez az! Thank you.
erre az oldalára kell jönni, azt akkor itt passza. Aha, eddig ez bejött. Oké, ez a breakpointja a bossnak. Ez az! A másik oldalára át kell szaladni, és akkor úgy látszik, hogy beragad a loop. Aha, beragad a loopja. Á! Viszont ez nem jó. Nem találtam el. Ez az. Ne! Futás jobbra, jobbra, jobbra. Oké, még egy utolsó kör. Oké, srácok, hogyha jobbra kerüljük, az nagyobb boost, sprintelni kell, viszont akkor beragad a loopja a dragonnak, úgyhogy ez végül is egy megoldásra. Köszi szépen, hát sok izé volt, try, de akkor van ennek loop volt része. Mármint, hogy be lehet counterelni ezt a loopot. Úgyhogy beakasztottuk a bosst, király, zsír. Na srácok. Ő lesz az aranyos kánk itt. Nem sokára. Csúnyán szét fog gyalázni mindent ezzel. Bazd meg. Megvan a katana, sálalalala. Tár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 
Nem mostanában lesz az se. Kaptunk 7500-at. Hogy áll a státusz? Nagyon szarú. Azt kell, hogy mondjam, hogy most még nem lesz ebből semmi. Ennyit összeszedtünk. Ó, várjatok, hát mi van itt? Még a végén aztán mégiscsak lesz itt valami. Húszezer pont. 27-esen győztük le kb. A terület az meg azt mondom 50-es. Na mondom, dupla olyan erős volt. Hát ebből soká lesz még valami. Azt hozzá kell tegyem. Fesztiválon ott volt úgyis. Hát már ennek is van egy questjénye, igazából nem fontos, hogy lássad, csak nem fogod megkapni a végsőre várdot tőle, mert ezek olyan NPC-k, ha követed a questjényét és csinálod neki, például én ugye kirugdostam a földből, kihúztam onnan, most kinyitottam neki a kaput, és lesz még ott is folytatás, akkor adni fog egy nagyon erős gyűrűt a végén, ez a boss, még hozzá az egyik legerősebbet, várjál, nem trinket, mi ez, de trinket, hogy mi a szart. Mit is ad ez a cucc? Mindjárt mondom. Igen, azt adja, hogy a fegyverben lévő, igazából az összes Ash of War ability damage-et nagyon brutálisan megtolja. Eszméletlen erőt ad rá, és ugye ilyen ability damage-el fogok menni. Lényegében az a lényege. Oké, srácok, megvan ez a cucc. Hát ez a baj, hogy kell még egy strength, meg három intellect, úgyhogy ehhez még azért kell gyúrkálni. Ahogy most el is tolok itt mindent, akkor se lesz meg szerintem. De már közelebb kerültem egyel hozzája.
Oké, okay, hát srácok, 3 darab szint kell, 3 darab intelligencia, az 3x6. Megoldjuk. Majd. El is húzok innen a francba, mert itt semmi keresni valunk egyébként. Folytatjuk tovább a questelést. Micsoda? Melyiket mondod? Milyen csoda varázskardot mondasz? Most az óriást, ezt most skippeljük. Melyik kardra célzol, hogy melyik fegyverre, Peti? Nekem azt mondd meg, mert így az a baj, nem tudom, mert ugye sokféle varázsfegyver van. Kezes területén nem tudom a nevét. Merjel már közben megölnek. Kezes terület. Ja, tudom, nem, azt nem akarom. Az mágus fegyvernek való. Szovjet Gandalf, hello, bello. Csak egy kérdés, dupla katonás set lesz ez. Előfordult, hogy megnézem a dupla katonát, mert fogom cserélgetni őket, ugye, mert minden egyes mob másra lesz effektív. És most ez a Moonwell, ez lesz olyan, ami rezisztelni fogja 100%-ba. Úgyhogy előfordult, hogy dupla katonás verzióval fogok menni, igen, és cserélgetem mindig a main fegyvert. Annyi, hogy nem dupla vérzős, hanem saját magam kreált valami buildet akarok. Meglátjuk, mi sül ki belőle amúgy. Ó. Oh. Oké, okay, szereztünk egy ilyet. Én is azt próbálgatom most, vérzés és fagy kombó. Na, ez egy tök jó ötlet. A fagy is jó, a fagy az milyen alapú? Arcane vagy intellect? Most nézem, másodszorra úgy vertem le, vagy most ugye utolsó trájra úgy vertem le a boss, hogy izé, nem kaptam tőle damage-et, vagy mi? Sacred Tear. Mondjuk ideje volt annyi trájból. Oké, okay. Csináljunk. Csináljunk flaska keverést. Ja, várja, még egy alapanyag nincs meg hozzá, akkor nem csinálunk szart se. Izét csinálunk, increase amount. Nagyszerű. Meg kell találnunk a másik alapanyagot ehhez, viszont ez a rész, ez itt így akkor tiszta. Fagy az intellektes, aha. Akkor ugyanaz, mint ez a Moonwell. Csak gondolom, egy kardba tevésted bele a fagyot akkor, mert fagyos katonára nem emlékszek, hogy lett volna.
Nagy Akiba kombó. Az a Nagy Akiba az nem izé, az nem lassabb. Vagy az a maga Akiba, vagy mi az a Nagy Akiba, az nem lassabb. Ó, bazd meg. Na, rákokat nem szeressük. Megszerzem a térképet. Úgy egyszerűbb lesz az életem. Aha. Az a lényeg. Az a lényeg, hogy nem lassabb. Oké. Ja, range, aha, már hogy nagyon hosszú az a kard. Oké, ezen a részen meg vagyunk, itt nincs semmi. Oda néz. Jó volt. Te add már be. De jó. Malacka. Mondjuk itt sokszor egyébként tényleg a range az nagyon jót tud segíteni, mert soha nem érem el én se a bosszokat. Főleg a nagyokat, mert akkorákat mozognak, hogy elérhetetlenek. Na. Időm lenne több, hát igen. Ez olyan ez a game. Medve lesz az, akit egyelőre nem bántunk, mert az szétszed. Utálom őket, ők a egyik legrosszabbak. Élezi a karmait amúgy. Csak hogy aztán szétvághassa a fejemet. De én azt nem szeretném, úgyhogy... Mint vagyok, haver?
Na gyerünk! Itt van a medvés pajtás. Nem tudom mekkorát sebzek rá, megmondom őszintén. Szovjet Gandalf, kösz szépen a 100-es csírt! Új dolgokat próbálsz ki, így látunk egy stílus Trovan 22, Bunt Trovan 22. De! Miért ilyen? Ó, basztek, nem ezt akartam! Oké, gyere Pajti, itt vagyok! De onnan hogyan? Hát mert én mögötte voltam, ember! Figyeld, figyeld! Azért, mert ő beragadt a kibaszott romokba. De most mit csinálsz? De jár, bazdek, undorító az a medve. Azt a rohadt életbe. Ezek a vendégek végzettem. Igen, egyébként azért, mert olyan böszme muszettje van, szóval hogy egész testtel ron neked, és ezeket nem tud kidodzsolni rendesen. Mögötte kell maradni, csak akkor átkat mozdul, hogy nagyon nehéz mögötte maradni. Oké, meg lett az a lényeg. Missing Stone 2-es. Na, mindjárt lemegyek oda, ahol aludt, ergo ide. Baj ezekkel a nagyokkal, hogyha le is staminálsz, de még odaérsz elejére, hogy megszurkáld, addigra már fel kell. Ugye most is ez volt a medve esetében, nem értem oda. Oké, srácok, ez a terep, ez az enyém. Ez a terület az enyém. Hol a kutya? Ott van fönn a... Hol itt a legközelebbi zéhely? Ott van fönn a harcos. Farkas úr. Oké. Hogy van? Kell, hogy itt valahol legyen Grace. Azt hiszem. Ugye felszedem a Grace-t, aztán visszajövünk a farkas, lehívjuk onnan föntről. Csak jó lenne, hogyha tudnék teleportálni majd.
Aha. Ott. Ott az mi? Ja, ez az, hogy egy árus van itt, azt hiszem. Buy something. I'm hungry. Éhes vagy. Vegyek valamit tőled. Beast Lure Pot. Exalted Flash. Az Exalted Flash az még talán azt hiszem jó is, csak most nincs nálam semmi lélek. Exalted Flash. Aha. Megvesszük ezt a receptet majd, mert ez egész jó, ez a kaja. Ez is fizikálattakot ad. Csak gyűjtünk még hozzá. Jó, úgy láttam, mindenképp vissza kell ide jönnöm. Várjatok. Kell, hogy valahol legyen Grace. Kell, hogy valahol legyen Grace, aztán... Már van ide egy trükk. Ott van a... Itt a Grace. A Grace klinika. Nice. És akkor most van egy olyan, hogyha visszajövünk ide. És beszélünk az árusra. Wait. Well, you're back. Nem akarok venni semmit, viszont about the howling in Mistwood. The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Így van. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Következő alkalommal, hogyha hallom ezt a hangot, hogy üvölt, akkor... Akkor adjak neki jelzést, méghozzá ezt. Várjatok. Really cry, nem. Ez a bow, ez a wave. Nem ezt akartam, hanem... Hol van? Melyiket adta? Point upward, point forward, ez az upwardos talán, ugye? Nem? Finger snap. Lehet, hogy valamit itt félreértettem. Melyik a fütyülés? Oké. Menjünk csak oda-vissza. Na, vissza a romokhoz. Tehát kerüljük el most. Nem, itt van egy fütyülés, csak... Melyik volt az? Végre jó játék, szia Bubicsi! Rest, nem, gesture, finger, finger snap, oh, the ring,
Jump for joy, strength, warm welcome. Point forward, upward, down. Wait. Wave. Melyiket adta? Ez volt az. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Ok. Darrowell is nothing but a traitor. And in need of a fitting end to his tale. Darrowell is in need of a... Nagyszerű. Na itt most észnél kell lenni. Örvendek. Azaz. De néztem, tényleg feleződik a stat requirement, hogyha két kézbe fogod a fegyvert. Feleződik? Na ez nekem is új. Feleződik a stat requirement, ha két kézbe fogom. Nem mondod. Biztos ez? Hát nagyon nem úgy néz ki. Nem működik. Ja, csak a strength, aha. Én már kezdtem örülni. Meghalunk. De öreg! Hát fassa. A marha állatja, bazd.
Oké. Elmegyünk, kitakarítjuk az erődöt, csak felveszek még egy questet ahhoz. Meg hozzá, az itt lesz valahol. Ez pont jó. Ott fent van a fickó. Gyorsan feltöltöm a potion készletemet. Na hát ez fasza volt megint. Oké, jöhet a quest. Quest után szerintem, hát talán lesz elég pontom, nem tudom. And celebrate. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. And plumb mad to boot. Ő erődje volt, amit élem van, vissza kell szereznünk. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. Az képes, hogy ekkora nem a ember, nem volt katonája, vagy mi. Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Yes, now allow me to furnish you with a little advice. I would take great care to avoid Godric's tarnished hunts were I in your shoes. That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of grafting. Honestly, Godric's nothing more than a jumped-up country bumpkin. Lord? Oh, don't make me laugh. First, he hid himself amongst the womenfolk to flee the capital, then hid from Radahn in that. Then he insulted Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man. Has he no shame? The big girl's blouse? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. You almost wouldn't know it to look at him. Yeah, I almost feel sorry for the chap the more I think of it. Ok. What are you waiting for? My fort. Oké, mehetünk. Jó. És akkor most elmegyünk az erődbe. Ami ez már itt a portál. Aztán hadd szóljon. Szia Resen, hello Belo! Na. A Vrecs az a olyan karakterosztály, aminek nincsen semmije, se ruhája, semmije, csak egy bunkós botot kap, igazából egy nulla szintes, nulla statos karakter.
Ezzel a legnehezebb elkezdeni a játékot. Elvileg. Ezzel mi lett? Beragadt. What? A szamuráj! Csapások megérkeztek. Oké, ezt itt ne hagyjuk. Golden Seed. Ja! Hát pedig ott voltam neki ízébe egyébként. Elvileg látnia kellett volna, mindegy, mert lesz majd még itt Cumi, mindjárt várja. Nem lesz ez olyan könnyű. Aha. Ott a hordókkal le tudnak ecsitelni azonnal. Amúgy. Ott kezdődik. Baszki. Erről beszélek, basz. Ezek ezt a gyászhuszárt, bazd meg. Még jó, hogy nem ért el. Azt a rohadt életbe, bazd. Na húzzunk innen befele. Hát nem ülök le, meghalok. Mekkora egy hulladék szarházi, mi? De robbanós hordók azonnal lecsitelnek, hogyha eltalálja őket. Azért szemétlád a játék, na. Oké, nézzük, hogy mi vár itt. Missing Stone 1-es. Ott meg a lovag bácsi. Akit most megyek, azt úgy megcsapkodok, hogy... Gyors akció, nem tökörünk. Rohadjon meg. Hátat fordít, így járt. Oké. Azt hiszem, hogy kész lesz az erőt felszabadítás pillanatokon belül. A sárkányt le kéne verni. Az adna elég XP-t ahhoz, hogy felfejlődjek. Meg úgyis az jön majd most már. Jó, hát ez a Great Leaf-nek a kulcsa. Ez majd később kell. Jóval később. Na, a kérdés az, hogy van-e itt még valami. Előre rakok rá egy zászlót, de elméletileg még lehet, hogy itt valamit lehet nyúzni. Valami lootot, vagy nem is tudom.
Nem lehet itt átugrálni. Hadd nézzem azt a részt. Hát nem hiszem. Hát ami itt van az legelső sárkány a mocsárba. Azt. Nem tudom, most ez már fehér, már nem emlékszek rá. Azt hiszem fehér volt, ja. Szembe. Merre mondod Bubi G? Vagy Bubi G? Bubi G? Hol szembe nem voltam? Ja, várjál, itt bent, de várjál, de hogy nem, ott voltam fent. Hol nem voltam? Át lehet odaugrani, vagy mi? Mert ide át lehet ugrani. Hát ez necces. Az a baj, van késés a stream meg a izé között, a chat között. Ja, nem. Ja, én nem fogok ilyen bleed exploitolni, az gáz. Az a baj, igen, hogyha nem pontosan írjátok, akkor ez a itt, meg ott, meg egy táj, meg szóval csúszik 10 másodpercet az egész. Balisztánál előleg fel tudsz menni. Na igen, így már így könnyebb. Szóval itt. Várjál, most egyelőre nézem, hogy hogy. Ez biztos, hogy valami borzasztó nagyot kell ugrani. Igen, ettől féltem én is. Nem lesz olyan egyszerű. Oké. Na nézzük. Ó, bazd meg, ezt ő kitalálta. Na milyen, nem ugrik fel a pöcökre? Nem el. Ok, hát bazd meg! Az, hogy... A textúrák úgy csúsztak, mint a zsírral ki lenne kemve, az már viszont, ez megint érdekes. Ha láttad, hogy lecsúsztam róla. És vagy rakjanak oda normális felugrálót, vagy akkor hagyjuk a faszomba az ilyeneket. Mert ez így most ennek túl sok értelme nem volt. Másik meg az, hogy hol a izém. Hát látod lecsúszott, nem tudom. Tele nem tudom. Ó, hogy bazd meg. Azt a fasságot, és ott van fönn a szólom.
Jaj, ezeket az ugrálásokat, hogy kitalálta. Megugráltatnám egy pisztolya, ne féd. Nem vagyok ebben biztos, hogy ezt itt meg lehet csinálni. Eleve ez már egy érdekes megoldás, vagy érdekes koncepció, hogy ezt így kell. Látod, ez a bajom ezzel az ugrálással, hogy egy hú, gyűlölöm, mindig is gyűlöltem. Ezek a ezek egyébként soha nem a platformingról voltak híresek. Nem tudom, minek erőltetik. Jó ez a játék, csak azt a platform részt, ezt el kell felejteni a From Software-nek, mert az soha nem ment nekik a platforming. És ezután sem fog. Nézd meg, hát itt szenvedek ezzel hülyeséggel. Na végre. De... Mondom, ki van kenve, mint az egy kizsírozott szakadék. Hát hogy csúszik ez? Ez most mi volt? Gyerek. Hát ez bazd meg. Hát ez valami katasztrófa. Rácsúszik rajta. Szia, démon. Mondom, ez csúszik, és direkt van így beállítva, hogy csúszson, csak nem tudom, minek húzzuk ezzel az időt. Na végre. Mekkora tud ugrani ez a jó képességű? Ez így nem nagyon nem fasza. Arra fel lehet ugrani, azt mondod? Ebből lecsúsztam róla, de... Látod? Ez nem, oda nem lehet felmenni, ez kizár dolog, azt nem akarom menni, hogy oda fel lehet menni. Nem, nincs ló, ki van szürkülve, látod? Meg azt mondom még, hogyha innen át lehetne menni, de... De várj, itt nincs semmi. De nem azt mondtátok, hogy itt van valami? Mert itt semmi nincs. Hát akkor jó, akkor nincs. Nem leszek vérges miatt, csak konkrétat mondjatok, ha biztos, hogy tudjátok, hogy van itt valami, mert az, hogy csak gondolom, így látod, át lehet vergődni, de azért nehéz átvergődni, mert oda nem is kell menni elvileg. Na mindegy. Az a lényeg, hogy a kastély clear, menjünk innen a francba. Az cső. Még esetleg itt mögötte van valami. Nincs. Oké. Okay.
Nem baj, jó, semmi gond. Így oké. Okay. Megnéztük, nincs ott semmi, ez kész. Viszont, hogyha most lett volna ott valami olyan item, amivel ketté vágom a monitort, akkor az meg jó lett volna, érted? Ki tudja. Oké. Okay. Ez a terület szerintem nagyjából akkor megvan, mert itt amúgy nem volt sok minden alapjáraton, ha jól emlékszek. Ugye az erőt tiszta, visszamegyek, leadom a küldit. Nem, nem vágom ketté, nem úgy értem, hanem hogy olyan... Most hülyeségből mondtam, hogy egy olyan fegyver vagy trinket, hogy valami, amivel piten nagyot lehet zúzni. Igazából nem tudhatod, hogy hol találsz bármit itt már. Bárhol. Anna ebbe a játékba, ott fent lesz egy izé varázsgömböc. Ebbe a játékba olyan helyek beraktak cuccokat, hogy megőrülsz. Egyébként. Na, itt még nem voltunk. Jó, azért csak potiont adnak, ezeket le se vágom, mert felesleges. Szia Laura! Hello Bello! Ah, ez kellett. Oké, okay, megvan ez is, szuper. Ez a golyó, ebből van többféle, van háromféle golyó, az egyik az izét ad, a piros az mindig visszatölti az a potionjeit számát, hogyha hiányoznak, mert ezeket a flaskákat. Akkor van a kék, az azt hiszem Ashoffort ad. Ezek ilyen érdekes izék, ezek ilyen bónuszokat adnak. Igazából ez ilyen ganajtúróbogár vagy mi. Amúgy. Oké, okay, ide még nem megyünk le, ezt szerintem tudja mindenki, hogy mi ez a hely. Ezt rájelölöm arra, hogy ezt később. A koponya az, hogy később. Jó, szerintem nagyjából megvan minden, ami kellett. Legalábbis én úgy vélem. Oké, okay, tényleg már csak le kell adnom a küldit. Látom a küldet, azt lemegyünk a mocsaras részre, ott van sárkány, meg van kettő, három dungeon. Három? Három, azt hiszem, ja. Abból meg is lesz a pont a Moonwellhez, bőven. Ah, I've been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Ja, vissza van véve, mehet. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done. Azt vecsálták volna, hogy egyébként, ha ilyenkor visszamegyek, West után, akkor ott már friendly ilyen katonák, meg ilyenek vannak. Oké, kaptuk ezt az Airsteel Dagger-t. Ez mit is ad? Az Airsteel Dagger. Quickstep. Rötti Seed of Food. Ó! Ó, srácok, ez lehet, hogy nekem a samurai build, vagy ebbe a katonás buildhoz nem lenne rossz, csak kell hozzá fate. Ez azt hiszem az, hogy
Igazából manából használod, ki, nagyon kevés manából, de minden egyes ütés elől ki lehet vele térni. Bármi elől. Nem tudom, ismeritek-e. A legnagyobb AOE damage-ek elől ki lehet térni vele. Ha minden igaz. Oké, jó, srácok, ez a rész, ez akkor ezt is kipipálom, hogy ez done. Meg vagyunk. És akkor mehetünk oda le a mocsárba. Azt hiszem majd innen fogjuk csinálni erről a helyről. Ott egy kereskedő, ha jól látom. Ja nem, az nem kereskedő, bocs. Elvileg itt van nekünk egy szamurájunk. You must be the new tarnished. You do well to steer clear of a Gill Lake, fledgling. A dragon roosts there. And it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Don't be a fool. Ne legyél bolond, fordulj vissza, még nem késő. Oké, akkor már megyünk is arra fele. Így a jó. Így az izgi. Hát, az meg ott lovagolgat, mit csinál? Na kérem. Először megtisztítom ezt a romot. Ja nem, majd utána, mert a sárkánynál úgyis szerintem lesz halál. Úgyhogy először a sárkánnyal küzdjünk meg. Mindegy most már, nem csináltam meg a potion-t. Hát na, szép volt! Na-na. Tedd le a fejed, haver! De ne így. Rigó. Értem. És felszáll föntre, persze. Ezt már ismerem. Akkor viszont én elmegyek arra hátra szépen. Megvárom, még lejön. Most mit csinál? Meg van őrülve. Fogadjunk, hogy resetelődött a... Nem. Jó, oké. Nincs gáz.
most. Anyád. Oké, egyad már tüzet, te szerencsétlen. Most. Hát rohadj meg! Jó, azt én basztam. És megint felment oda fentre, hát ezt nem hiszem el. Nyilván, ha tudnék repülni, akkor nem érdekelne, de hát mivel nem tudok, kénytelen vagyok trükközni. Taktikai visszavonulás. Miért nem szállt le alulról? Az baj! Ne, ne ott! Ez mi volt? Ez láttátok? Na jó, hát ez... Ez kurva gáz volt. Mit targetel már megint? Tedd le a fejed! De ne így! Hát ezt nem hiszem el, geci. Na végre, faszom! Öcs arcú! Hát, hogyha nem szállogat fel, meg nincsenek ezek a baromságok, már ezt régességre kellett volna verni. Csak hát itt is azért... Például én nem értem, hogy minek erőltették, hogy felszálljon tök látványos, mert nem fel a levegőbe, hanem fel a hegytetőre, vagy a oldalára, amikor tudják, hogy oda nem tudok menni. Ezek annyira felesleges dolgok ebbe a játékba. De hát felfoghatjuk nehezítéstek természetesen. Igazából nekem mindegy. Nyilván attól nehéz, hogyha valamit nem engednek ütni. Na, gyerünk. Szerintetek hol landolt a sárkány? Kérdés. Na végre. De ez mi? Okádot üzett kisbarátom. Jó, szitekötőt leverte, helyes.
elbasztam. Elbasztam! Nem, még nem. Okád a tüzet, kisbarát. Gyerünk. Gyerünk. Na, mi lesz? Haló? Na jó, azt már elbasztam. Persze. Na még egyszer. Na, oké, változtassa múgszetteden, állj be oda a szar mellé, és csak egy helyen told a tüzet. Tökéletes volt. Istenem, bazd meg. Azért nem jutom a lábát, mert... Kösz, Laura, csírt. A feje sokkal nagyobb damage-et kap. Ugye, Bubi-G, én egyszer ezt már végigvittem totál ezt a játékot, én ezt kimaxoltam. Ez nekem a második végjátszás. Akkor a lábait ütöttem viszont a fejére kétszer-háromszor annyit sebze. Érdekes volt. Ja, most milyen érdekes, hogy csak erre ukádja a tüzet, fura. Az a backfaszer. Ez gusztustalan egyébként ebbe a sárkányba is. Na jó, hát ez... Ez a túl nagy őket nem lehet orrán se ütni egyébként. Én fogom kivenni a pixába játékból az összes ilyen nagy szart. Olyan felesleges bele. Hatalmas, bazd meg. Szállj fel! Úgy van.
Hát... Érdekes volt. Megközelebb nem is fogom túl bonyolítani. Hogyha nagyok, akkor majd létrával jövünk, azt úgy verjük meg, így van? Mondjuk az összes sárkányt úgyis az előző végjátszásban izéről vártam le, ló nélkül. Úgyhogy itt az ideje kicsit változtatni a dolgokon. Így van? Fog piszkál, ja. Golden Rúna. Úgy van, és akkor... Jó volt ez így. Marad. Maradhat. Oh yeah. Oké, legalább a Smithing Stone-okat összeszedem itt, az is valami. Jobban örültem volna, hogyha izé van. De most öreg. Úgy. Nagyon jó. Hívjuk a bányában, dolja, ja. Nyomják neki. Ezt már ismerem. Ez a melléütök, ez nagyon fasza. Valamiért van egy olyan animáció szett, amely kell fel a földről, kell várni, mert nem lehet megütni, amit nem értek egyébként, mert hogyha én például a kontrollerrel nem próbálok meg gyorsabban felkelni, a boss simán a gyomber a földön. Ennek oda-vissza kéne, oda-visszafele kéne működni. Hát mindegy. Oh. Kaptam egy-két pofont, nem baj. Kettős mérce, amit nekik szabad. Ja, jó, igen. Pont ez benne az. Mindig elfelejtem egyébként, hogy ez is benne egy nehezítés nyilván, mert különben egyszerűbb lenne az én dolgom, hogyha még a földön fekszik, addig lehetne ütni. Patkányburger, mint az izébe, a pusztítóba, patkányburger. Na nézzük csak, ó, várjál, most nem látok a... Pont nem látok itt semmit. Hol lett volna, hogyha leesik ez a szenny. Ugye úgy van, hogy menet közben itt ki lehet ugrani. Ez az. Bazd meg, ez erős. De öreg! Még tart az animáció, ne zavarjon már.
Őt nem zavarja. Mi a fasz van itt? Értem. Értem, kurva kemény vagy. Erősek. Mondjuk hármat egyszer nem biztos, hogy jó ötlet volt megagrózni. De öreg! Hogy? Dodge közben, nehogy már! Na jó, ez... Ott rohadsz meg. Katasztrofális. Oké, intézzünk magunknak egy kis... Kijött. Úgy is van. Később visszajövök. Ezt a rohadt szarházi bandát, na. Oké. Egy a gond ezzel csak, hogy... Hogy? Itt nincsen izé. Itt rögtön itt a boss, és ez nekem most így nem lesz jó. Jó, talán visszaálltak a helyükre, úgyhogy megpróbálok intézni valamit. Azért a három együtt az kemény. Szétaújéznek a francba. Örülnek, hogyha nem hát... Na így már jó. Oké. Bosszút állok. Megérdemli. Csak szólok, hogy ez az előző, ez nem volt tőletek szép. Úgy. Bam! Bam! Nagyon jó. Szia Gabi, hello, hello! Mi a pálya? Kellene pontot fejlesztem, mert be fogom bukni. Az a helyzet. Ti is így látjátok? Mert én így látom. És ez nagyon nem lenne jó. Várjatok már, ez most hogy van? Elvére le kéne tudjak ugrani oda. Az a baj, semmit nem látok. Jaj, Istenem, mi lesz? Az ott párkány? Az. Király. Ja, jártál itt? Jó hely. Az alsó részt kitakarítom, aztán a másik irányba kell menni a bosshoz, csak így is úgy is most meg kell egy reset majd. Maradjunk annyiba, mert... Így kell, haver. Na jó, elmész a vérbe. Visszaszedjük a HP-t, figyeld. Egy részét. Oké. Jó, szerintem az a rész, ez clear.
Szia Klau, hello, hello. Letelt? 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 Vége? Melyik oldalon kell leugrani? Hibáztál? Vega, szia, jó estét! Hát Klaukám, előfordul. Na, itt a probléma az, hogy látjátok mi a probléma szerintem. Az a probléma, srácok, hogy nincsen HP-m. Pontosabban nincs potion-om. Ezt most vagy perfection-re lehozom. Ami ki van zárva. Vagy nem is tudom. Mindegy. Ez mely... Ó, várjál! Ez a izés, boss, ennek a lábát kétszer el kell verni, azt összeszakad. Na jó, csináljuk, ezt meglátjuk. Gyere! Igen, igen, üvölcsé, itt vagyok. Bassz meg! Anyát picsáját azt. Megint mire véget ért az animáció, hogy nem értem ezt egyébként, ezt az átmenetet, hogy az első dodge-om ugye nem sikerült pont azért, mert még nem engedett dodge-olni. De már kaptam a pofont, hogy ez miért van elvileg, úgy kellene működnie, hogy engedjen dodge-olni. Hogy a rohadás vigye el az egészet, mert... Hát ez remek. Na. Hogy? Hát Klau, most erre mit mondjak? Nem tudok rá mit mondani. Úgy van, menjél lefele. Nem szép dolog, tegyél panaszt. De komolyan mondom. Ne! Ú, baszki! Oké. Már tényleg komolyan mondom, hogy akkor miért nem szólsz a főnöködnek. Oké, fasza. Ó, gyerekek, ez a boss fight elsőre le kellett volna mennie, csak elbasztam. Na srácok, go next.
Ja, állj! Ezt meg kell elő... Jaj, nem. Itt már voltunk, és tiszta. Valamint a sárkány is. A sárkány is tiszta. Szia, Kecsú, hello, hello! Na erre, ez most azt hiszem, invédes lesz. Vagy nem is tudom, az lesz, nem? Anyád. Az minek jött ide? Én nem kértem segítséget. Na mindegy, ide jött. Ja, ja, küldetés volt, hogy be... Ja, de mondjuk az nem baj, mert akkor legalább megcsináltam meg a küldetést. Az mondjuk jó. Visszamegyek, majd beszélek vele. Igazad van, a küldetés. Mert minden küldetést meg akarok csinálni most ebbe a végigjátszásba. Majd szépen sorba. Szépen sorba lassan. Oké, okay, resting. Költsünk pontot. 6000, ey. Fuck. Intelligence. Aha. Egy. Oké. Okay. A boss fight után elvileg meg vagyunk, csak... Csak... Ez azt jelenti, hogy gyorsan tolok egy izét. Tolok egy... Mennyi kell? Kinullázom magam. Oké, okay, elvileg a boss fight után meg is lesz akkor, és Moonveil. Végre, végre, végre. Behangoztam, hogy jövök, jó volt. Nem tudták, hogy itt vagyok, szerencsére. Aha, ezt a barlangézét, ezt felszedjük, mert ez nagyon jó. Na, várjatok, várjatok, hogy van ez? Ez volt a raktár, itt van még ilyen, és akkor van itt még egy járat, ugye? Még hozzá erre. Úgy van, úgy van. Gyere! Gyere le, hol vagy?
Ott van a... De... What? Ez hova tárgetel emberek? Te! Jó, persze, anyád, a szurkád. Vajon képi. Hát csak nem blídes lettél. Micsoda? Melyiket nem találtad? Ja, ez kérlek szépen, bejössz a folyosón, akkor itt van egy barlang balra. Itt, ahol az invéd van pont azelőtt, itt balra. És akkor ott két felágazik bent a járat. És akkor ott van lent. Ő is egy questember, később majd még ő pár helyen előbukkan. Őnek is be akarom majd, meg akarom csinálni a questjét. És akkor itt még hátul lesz még egy elvileg. I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. Azért lesz fontos, mert ő árulni fog izéket. Geza, mi a neve? Milyen Stonekey? A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. Ah, they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Azért, várjál, nem tudom, most van-e nálam, mindjárt megmutatom. Oké, később majd még ő fontos lesz, várjál, mindjárt nézem. Nincs nálam olyan, hát amivel ezeket a szobrokat nyitod. A sima keystone, vagy mi a szar. Oké, itt kész vagyunk. Átmegyünk a másikba. Ja, várjatok, elfelejtettem valamit. Imszobrokat, azaz, ja, aha. Elfelejtettem, srácok, keverni flaskát. De jó. Enchanted Charge Attack. Hát, ez a samurai buildemhez nagyon nem kell egy előre. A stamina, az, hát, ez mindegy, ez nem rossz. Jó, berakjuk, mert azért szoktam heavy attackolni, csak... Ezekben a sima fighterben már nem nagyon heavy attackolok, inkább csak az óriások ellen, ahol le lehet őket töredelni. Majd később keverek olyan flaskát, ami jobb, mert ezek nem jók. Oké. Ez kész, mehetünk. Esetleg közben ti is tudtuk olyat, ami még van és kihagytam, akkor azt majd nyugodtan mondjátok, mert... Itt van. Hunter of Bloodfingers. Azt az elútás mindenségedet neked. C.
Citron Péter, szia, üdvözöllek a csatornán, nagyon szépen köszönöm neked a követést. Üdv itt nálunk, és érezd nagyon jól magad. Szia, szia. Oké. Menjünk be ide is akkor. Alig várom egyébként, hogy eljussak arra már arra a szintre, hogy a self-incantation-ből tudjak buffot rakni magamra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen erős karakter tudok úgy építeni majd. Itt fel lehetne ugrani, viszont nem ugrunk fel. Hanem jövünk ide be. És ez így itt jó lesz nekünk. Lássuk. Nice. Na, elvileg ezután a boss után lesz annyi... annyi szólom, hogy meg tudjuk nézni ezt a kardot. Lássuk. Ó, bassz meg. Ezt a balfasz egy movesettet, Istenem, ezt a rohadt trollokat, te! Hú, ezek a kis görények. Pont nem rakták fel a vérzést. Nagyon, nagyon szarul kaptam el ezt. De hát van ilyen. Csapda. Ok. Akkor megvárlak itt fenn, gyere. És ők nem aktiválják a csapdát, ez mi? Töltünk HP-t vissza, figyeld! Hopp! Tökéletes. Na, két balfasz visszavonul. Oké, lehet így is. Miért vagy te gyorsabb, mint én? Na. Oké. Kinyílt az ajtó. Mert a boss. Várjatok, mert ott még van két görényke. Goldalt is szerintem van. Hol halt meg valaki? Mert most kaptam vissza potiont meg XP-t. Ez hogy? Valaki bedőlt, mint a zsák. Szerintem beszopták. Bám. Oké, nézzük csak. Más nem volt itt, más nem. Menjünk be. Ez melyik boss? Ú, bazzeg, te ki vagy?
Na most, most hűl meg. Ezerhétszázat csak, hát ebből nem lesz szintlépés. Viszont a izéimmel együtt már lesz. Jó volt az így, elég ennyi. Ez nem volt egy erős boss, ugye, hogy ennyit adott csak. Az a baj, a játék vége fele már el voltunk kapatva ezekkel, több százezeres izékkel. Szólokkal. Mennyi kell most egy szintlépéshez? Azt mondja, hogy 7000, hát ez elvileg talán meg lehet. Bőven meg lesz. Ezer kettő. Nézzük csak. Nice. Ok. Szia Tomi! Hello, hello! Szép estét neked is! Mi újság? Hogy vagy, Tomi? Oké. Na, így már mindjárt jobban néz ki a helyzet. Oké, azt mondja, hogy teszt. Teszteljük le. Hát, mondjuk ezt úgyis meg kell öljem. Bár ez meg fog szerintem kenni, mint a taknyót, de nem baj. Elfelejtettem dodge-olni. Minden oké, ez elég az élet, láttam, hogy az... Ja. Hát most újra kezdtem, mert én már egyszer végigvittem, aztán most így próbálgatok egy ilyen katonás buildet. Ki akarom most tapasztalni ennek a Moonwell-nek mekkora a harci távolsága, mert elvileg elég nagy. Csak még nem mertem vele nagyon vagdosni, most vettem fel. Nézzük csak.
Gyere, rohadt mocsok. Csába. Jó, azt elbasztam. Nem használok summont, nem használok spiritet ebbe a végjátszásba. Az elsőt azzal, amit még heavy adtak, nehéz harcos, meg spirit summon, ebbe viszont teljesen más buildet tervezek, ebben nem használok summont. Szerintem befagyott a játék egy az egyben a töltőképernyő, kifekedett a srácok, mi a fasz? Aha, már megy a Windowsos karika. Jó van. Na, Elden Ring nem válaszol, oké, okay, pedig nem is hívtuk. Zárja be a programot, mindjárt elindítom, újra várjátok. Jó, megmondom őszintén, hogy mióta játszok, most először fordult az elő, egyszer fogyott még ki a játék, úgyhogy azt kell mondjam, elég szinkronizálás sikertelen, na viszont ebbe beleszaladtam már. Ilyenkor volt az, hogy a legelső körben 30 órás gameplayem az így kuka kitörlődött. Úgyhogy remélem, hogy most nem ezt csináltam, mert akkor nagyon-nagyon-nagyon mérges leszek. Nem, hát csak nem, mert ugye amikor végigvittem utána, minden mentést kiszedtem, csak azóta viszont már megint nem foglalkozok ezzel, hogy kiszedjek külön a mentéseket, mert hogy végigvittem címszó alatt, ugye nem is gondoltam most erre újra, de majd, ha vége lesz a streamnek, kiszedem a mentéseket megint, mert nehogy az legyen, hogy aztán offolja. Bandai Namco. From Software. Köszönte velem a program, hogy nem úgy léptem ki, hogy kellett volna. Hát, tényleg. Használni, mert azok fétessek a Moonwell-nek. Igen, tudom, hát kicsit hibrid lesz, de csak 25 fétig fogok felmenni, az 15 szint, az nem olyan sok. Valamivel az előző karakterom olyan 150-es lett, mire befejeztem. Kb. Hát többféle fétet akarok. A nevüket nem tudom. Az egyik az a Golden Wolf, vagy mi a szar. Azt tudom. Na gyerünk. Elszöktem már tőle. Bazd meg! Ennyire elszöktem ettől a köcsök bosstól. Hogyha nem tört le? Azt láttátok? Kapva adta a hangot és nem térdelt le. Érdekes volt. Jó, ezt most rendszeresen elbaszom itt.
azon gondolkodom, hogy mi a neve annak a Dagger-nek, ami Pétre skálázódik, és legalább olyan jó, mint... Az nem Dagger, az egykezes kard, vagy várjál? Nem is tudom. Lehet, hogy nem. Egykezes kard is van, amilyen mágus kard, vagy mi az össz. Tiri. Na gyere! De ezt nem értem, hogy hogy találta. Halál! Oké, kap be. Gyere. Gyerünk, valami legyen most már, mert ez nagyon gyatra eddig. De miért nem nyomja rögtön a dodge-ot, amikor megnyomom a gombot? Öreg! Na, megvan az a fegyver, amit most nem fogunk használni. Oké. Ezt a részt meg kell még csináljuk. Várjál, itt már voltunk, ezt itt. Ilyet. Ugye ezért mondtam, látjátok, hogy attól, hogy egy erős fegyver van a kezedben, attól függetlenül teljesen mindegy, mert nyilván most megint azt hiszem, ki ebből ugye használom ezt a támadást, de ugyanúgy ki kell mozogni a bosszóval, teljesen mindegy, hogy milyen sztájlba játszol. Ja, az a lényeg, hogy azt nem szóval csinálj, leszólni a másikat, hogyha már olyan sztájlba játszik, ami te úgy érzed, hogy könnyebb, pedig nem. Mindenkinek megvan ugye a saját sztály, és abba kell tolni, ami tetszik. Wow!
Ó, bazd meg. Oké. Okay. Le kell töltenem a HP-mat. Mondjuk rajta. Köszönjük kell hozzá, Sword of... Igen, Sword of Night and Flame, azt vágom. Igen. Hát Always the lehet vele tűzzel, a szólóban meg ugye a másik varázslat kell. Király. Ez a kart, hogyha fel lesz, mert még olyan trinketeim lesznek mellé, akkor aztán csapatni fogja rendesen. Egyébként a... ezeknek a katonáknak a... animáció sokkal jobban néz ki, mint a többi fegyver. Mert maga az a csapás sztájlok, meg ilyenek. Szerintem fanabb. Oké. Okay. Na. Hova mész? Bodri. A bodri kutyáke. Oké, szerintem itt teljes mértékben jók vagyunk. Meg oda lentre le lehet menni, ugye az elvisz egy bányába az a rész. Itt is itt a szamuráj. Yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. Ő mondja el, hogy lehet ezeket a sárkány szíveket használni. Those who partake in dragon communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. Okay. Of a mighty dragon. Magnificent. But deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. You must not forget those. Okay, elmondta a mondandóját. Elméletek ezen a mapon szerintem minden kész. És lemegyek délnek. Ott folytatjuk a kalandokat. Hát ide még be lehetne menni, ugye, mert ez is egy küldi. Megetetni a... Hány izén van, Detrotom? Nem is tudom. Ja, várjátok, a francot van kész. Most számolgatok. Mindjárt pillanat. Kettő Detrotom már van. Plusz a térképen... Elvileg van még egy dungeon. Valahol erre talán? Azt hiszem beütjük. De az alagútba egyelőre nem fog bemenni, úgyhogy ezt meg is jelölöm magamnak olyannal, hogy ide még jönni kell.
Viszont ezt a részt, ezt meg... Nem bír magába. Oké, felmegyünk a izéhez. Hol volt a kereskedő? Itt volt fent, azt hiszem, ugye? Nem jelöltem meg a... Nem jelöltem meg a kereskedőt. Mondtam, hogy veszek egy ilyen húsreceptet. Aha. Oké, azt mondja, hogy vegyünk tőle receptet. Ez adja ezt a... Ez kell nekem, Exalted Flash. 2000-ért tökéletes. És van hozzá egy talapanyag is egyébként. Azt mondja, hogy ládás kereskedő, ez jó lesz. Na. Használj fogok ebbe a végjátszás majd több buffot is, igen. Az a terv egyébként. Itt is van, látod? Ezt tudom majd főzni, vagy sütni. Boss fightokhoz, mert ez megbusztolja a fizikálattakokat. Csak szedni kell hozzá ilyen csontot. Heavy Beast Boon. Ez a ártételi. Rare to find, hát majd gyűlik. Most így az elejére úgy se kell, majd vége fele inkább. Oké, na. Visszajövök ide. Itt lent még volt egy dungeon, ezt beütjük. Hát ez most ilyen. Na-na. Most azon gondolkozok, hogy hol kell oda lemenni, de azt hiszem itt. Ó, bazánk. Pont a híd elejébe. Ettől mindig fosok, hogy... Oké, szuper. Ott van amúgy. Oké, na itt van egyébként a dungeon. Aggrowth Cave. Na őszintén erre már nem is emlékszek, hogy ez melyik volt. Nem, ez volt a medvés, bassz. Ajaj, azt hittem fájni fog, de nem. De kell majd leugrálni. Majd mindjárt.
Na. Fekszik, alszik. Oké. Jó, most mehetünk le. Na, erre a helyre most nem emlékszek már rendesen, hogy ez mi volt. Ha őszinte akarok lenni. Vannak farkasok, azt látom. Olyan a movesetje ennek a katonának, hogy hiába előrefele csapok, akkor a ívbe csap, hogy hátrafele is megy. Az nem rossz. Oda kéne ugrani? Várjátok, elmehetek oda a sziklára, tudok ugrani, vagy hogy volt ez? Azt nem látok, az igazság. Na, elvileg. Elvileg jók vagyunk. Az a rész, ez nem tudom ott mi. Ajaj. Ő van itt. De ez nem boss, ez csak ilyen lófasz. Na, majd ha be. Na baj, szart nem látok belőle, bazd meg. Ez a gond, hogy ez jó, ki lett találva megint. Úgy. De.
Alig várom, hogy meg tudjam venni azt a lámpát, amit használtam. Várjál már, mi van? És erre. Hogyha lejössz, és csak itt a híd elejénél, le tudsz ugrani, van egy ilyen légfeldobó cucc a lóval. Lejössz, átjössz a híd alatt, és itt lesz egy barlangbejárat, rejtett. Bemész, és hát már valahol itt vagyunk azóta benne. És itt van egy boss. Ilyen mini boss. Nagyon szívesen. Na srácok, ugye van itt egy olyan trinket, ami emeli az attack power-t, hogyha az equipment mennyiségünk az ugye lower. Ez nyilván, hogyha med alá be tudok menni, akkor ez egész jó az a cucc. Olyan setet fogok majd keresni, ami nekem jó, meg amivel könnyebb leszek ugye. Megnézzük majd. Oké, itt ez kész. A kérdés az, hogy nincs rejtett fal, de nem hiszem. Nice. Oké, nincs. Nincs rejtett fal, mehetünk. Ez jó út. Na itt a bejárata látod, nézd csak, itt vagyok kívül. Erre rá is rakom a jelet, hogy akkor ezt így befoglaltuk, mint a gép. Mi van még, srácok, ezen a részen? Maradt a fő boss, de azt majd később. Igazából még amivel megpróbálkoztatok, az ez. Bár ez szerintem én most is lever, mint a taknyot. De végülis a kardér is trájoltam egy darabig. Megnézem még ezt is. Ezt talán szerintem más már ezen a területen nem lesz. Úgy vélem. Azt nem tudom. Aha, kettő kell, és szerintem nekem egy van. De csak ti, aha. Jó, kell majd még egy. Azt majd a további területekről. Ennek a területnek ez lesz a mumusa, ez a knight.
Nézzük, hadd menjen. Basszak, kemény. Ja! Bocs, haver! Nem kérek elnézést tőled. Befejeznéd? Ez nem fejezi be. Futva, bat, meg nem vagyok olyan gyors, mint ez a buzi gyalog. Ezek nagyon erősek, ezek a lovagok. Anyádat. Csáb. Az itt még lehet, hogy kemény lesz. Mert ehhez meg kéne egy olyan trinket, ami a pajzsot ugye áttöri. Csak az még nincs meg. Azzal viszont már oda lehetne verni. Ez tipikus nagyon fájt, hogy ehhez kell az. De várjál, lehet, hogy meg is van. Nem, ez nem az lesz. Na, eljátok, kipróbálom azért, mert most nem tudom már én se. Ez kemény ez a boss, mint a dög. Anyádit is elére, tudjuk. Ajj, lokka, hogy utána nem tudod kanyarodni egy gyökérmi. Baszd meg! Ezt az ütemet! Ezt nem fogom erőltetni még, de ez még erős. Hát hiába. De kockaknáljátok, ezek kemények. Ez egyetlen olyan területen szerintem, ami bitang erős. Hülye sírgy, emiatt nem lehet vele mit kezdeni. Staminát nem is gyúrok, felesleges, gyerünk. Ilyen gyorsan nem vált animációt a karakter, szóval ezeket erőből lehet csak legyőzni. Mindig ezt mondom. Mind, hogy OP-re fel kell húzni a karaktert, és csak úgy. Olyan gyorsan váltják a muszétjüket, ezek azért ilyen high-end bosszok már. Mind, hogy ezek a Crucible, vagy nem tudom mi a Crucible Knight-ok, vagy a szara neve. Ugyanolyanok, mint a főboss, ugyanúgy váltják a muszétjeiket.
nyavajás. Ugyan. Hát mondom, látjátok, nem jön ki a stagger animáció, nem tudok dodzsolni. Hát nagyon fura a váltásuk ezeknek. Az előző végjátszásban is ezekkel killódás volt, mert egyszerűen gyorsabban vált le ő, mint én visszakapom a kontrollt a karakterem felett. Egy kibaszott túrosszul vannak megépítve ezek a... ezeknek a movesetjei. Egységes a múlszettet pajtás. Egy-két rájtolok rajta, azt itt hagyom a faszomban, hogy visszajövök akkor, amikor egy hitelem. Amikor majd egy szinten leszünk, úgymond. Én is ugyanezeket fogom csinálni. Gyere! Adjuk már ezt a baromságot, nem érem el. Ő bezzeg elér. Soha nem ér véget, ezért haragszok ezekre. Hogy ez milyen moveset? Ócska! Amíg bent, figyelj, ezt figyeld. Nézd meg, hát nem tudsz elnyomni egy normális ability-t. Ezeknek egész játékidő alatt annyira trágya volt a move-ja. Kockalovagok. Én hívom őket így, kockalovag. Atya úristen, bedd meg. Ügyesek, nincs rés a pajzsom. Meg kifogyhatatlan stamina is van. Vadék szarháziak. Az anyád az. Ó, de ki vagyok ezektől a move. Ja, ezt itt is hagyom. Undorodok ettől a movesettől, amit ez letol. Hány ingere kerülget tőle. De majd visszajövök akkor, amikor majd együttésen fél HP. Na! Felszedem a szót, azt viszlát. Ezek a lovagok, ezek szerintem kicsit túl vannak tolva, bánt erre a mozgásra. Érezhetően.
Oké, azt mondja, hogy hogy elméletileg. Mondjuk arra kíváncsi lennek, hogy szintbe hányasok. Stonesworth Kay, a király. Na, srácok. Megérkeztünk ehhez a részhez. Magyarsz ki egészségedre. Azt a Crucible-t, az a Crucible Knight-ot azt majd később leverjük szerintem, mert kell még erő ebbe a karakterbe. Eleve az, hogy kettő hitből lever, ez nyilván nem túl jó. Kell még HP-t is fejleszteni hozzá. Egy támadó erőt. Na. Az lesz, hogy már szerintem ennyi, és akkor majd a következőt azt én nem fogjuk folytatni.